A hőmérő higanyszál a vasárnap délelőtt 27 fokot mutatott Palicson, a maximum hőmérséklet pedig napközben 31 fok körül alakult. Ezek az értékek azonban kellemesnek mondhatók az előttünk álló időszak hőmérsékleti értékeihez képest. A melegedés hatására több a szívinfarktusos beteg Szerbia szerte, mondják a szakemberek. Egy belgrádi kórházközpontban 15%-kal nő kánikula idején a beavatkozások száma. Doveli su do povećanja broja infarkata kod nas za 15%. To se ogleda u tome da zaista imamo pacijente koji sada kao prvu manifestaciju koronarne bolesti bez ikakvih drugih simptoma dođu sa akutnim infarktom miokarda i obično se dešava da se tegobe jave u tim najtoplijim delovima dana. Az egészségügyi panaszok ilyenkor hirtelen jöhetnek. A hőség rendkívüli módon megterheli nem csupán az idősek, de a fiatalabbak szervezetét is. Amennyiben rosszul létett erős mellkasi fájdalmat tapasztalunk, feltétlenül forduljunk orvoshoz, figyelmeztetnek a szakemberek. Annak érdekében, hogy könnyebben elviseljük a kánikulát, a legmelegebb órákat ajánlott zárt, hűvös helyen tölteni, mert fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye. A mögöttünk álló időszakban többször tapasztalhattunk szélsőséges időjárási körülményeket vidékünkön. De vajon minek az eredménye mindez? A szakemberek szerint a válasz egyszerű. A klíma je promenjena danas do te mere, da se to već, da kažem, i golim okom vidi, da se stvari dešavaju intenzivnije i češće nego što su se predešavali. Ne je potrebno da radimo neke, da kažem, posebne analize podataka, ali kad gledamo podatke, jasno se vidi u čemu se radi. Naša planeta je danas toplija u proseku za 1 stepen i to s ovom povlači niz drugih konsekvencija, između ostalog i ove intenzivne padavine koje smo imali ovih dana. Rövid távon jó hír, hogy az előttünk álló 2-3 napos kánikulát ezúttal nem felhőszakadás és jégeső zárja majd le. Szerdától megélénkül a szél, és a hét második felében valamelyest csökkennek majd a nappali csúcsok. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délutánonként 25-30 fokos csúcshőmérséklettel.